Rendkívüli zöld hulladékgyűjtés lesz Kecskeméten. A város önkormányzata és a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Közös közleményt adott ki a zöld hulladék gyűjtésének rendjéről. A felhalmozódott zöld hulladék elszállítását még a jövő héten végzik a begyűjtő autók város szerte. Először december 13-án Petőfi városban, Hetényegyházán és Úrihegyen szállítják el a növényi eredetű hulladékot, majd folytatják a többi város részben a kihirdetett időpontok szerint. A rendkívüli zöld hulladék gyűjtésre az utcákon, tereken lehullott nagy mennyiségű falevél miatt van szükség. A Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási non-profit ZRT-nél korábban azt mondták, idén a szokásoshoz képest jóval több zöld hulladék keletkezett. Volt olyan terület, ahol az előző évekhez képest 5-6-szorosát helyezték ki a lakosok az ingatlanok elé. Ezért is van szükség a rendkívüli begyűjtésre. A zöld hulladékot továbbra is a zöld zsákokban vagy kötegekben kell kitenni a szállítási napokon reggel 6 óráig.